Igen Szolidaritás mozgalom programja is nagy mértékben összecseng a munkáspárt terveivel. Mi egy olyan szociálisban gondolkodunk, ami mindenkire kiterjeszti a jólétet, és hogy ez konkrét is legyen, mi úgy fogalmaztuk meg, hogy jövedelmi alapon legalább 250 ezer forint legyen a minimálbér, nettó, mondom, nettó, mert most az adószabályok hogy változnak, hogy nem változnak, az egy dolog. Ennyi legyen a zsebbe 2022-ben, hiszen ennyiből lehet megélni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért tényleg téboly, hogy a nyugdíjasoknak a jövedelme nem éri el a létminimumot se. Hát mi azt mondjuk, hogy 150 ezer forint legyen a legkisebb öregségi nyugdíj. Ez egy bonyolult dolog, én értem azt, hogy ki, hogyan, mit fizetett, nem fizetett a múlt évtizedekben, stb. De ez a cél, hogy ilyen alapról induljon a nyugdíj. És hát ami nekem különösen szívügyem, az az 50 ezer forintos családi pótlék gyerekenként havonta. Szanyi Tibor abban is egyetért Türmer Gyulával, hogy a magukat baloldalinak tartó ellenzéki pártok valójában nem is baloldaliak. A baloldaliság az nem egy deklaráció kérdése. A baloldaliság az azt jelenti, hogy van-e kapitalizmus kritika, vagy nincs. Ezekben a pártokban nincs. Semmi. Egy szó sem. Tehát én is hátamra tudom írni, hogy én vagyok a világ szépe, ettől még nem hiszem, hogy ez bárki komolyan venni. Tehát a programjaik, hogyha megnézzük, külön-külön vagy együtt, hát alig foglalkoznak, hát alig. Lényegben semmit nem foglalkoznak az emberek jövedelmével, az emberek megélhetésével. Hanem ilyen elvont fogalmak környékén bókláztak. Lelkük rajta, hogyha nekik ez a fontos, csinálják ezt. Csak ez nem baloldal. Akkor minek nevezni őket? Centrista, legjobb esetben.